az előző rész tartalmából. Idén én leszek a nagy ő. Nagyon durván elszerekellek vele. Most már elmehetnek, köszönöm. Csak a helikopterrel lehet majd a Ferrari helyére beállni. Bolcsók! Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari! Szerintetek amúgy még milyen lányok érkeznek? Hát remélem, hogy olyan, mint a tavaly évadban, mint a virág volt, nem igazán lesz. Jaj, tényleg örülhetünk, hogy idén nem lesznek olyan lányok, mint a virág. Még szerencse, hogy egy lány csak egy évadban szerepelhet. Hoppácska! Belibben a limitált kiadású nagy őveterán. Limitált kiadás vagyok, nem egy a millió közül. Most, hogy már minden évben kiadják, most már nem is olyan limitált szerintem. A műsor előtt a virág rituálisan megvudúzta az Árpa Attilát. Remélem megtalálod a szerelmet, de nem én vagyok az. Rendben van, elfogadom. Előttételt szeretnék. Kastély adott, szőkekékszemű herceg adott, és akkor a királynő is adott. Minden feltétel adott, most már csak a Zoli adhatna pár Louis-t. Aki hinton érkezik, az biztos, hogy egy úrinő. Virág komolyan vette a No Man Has No Man-t, és előre kiosztotta magának a műsor összes rózsáját. Mert egy cél van előttem, hogy én legyek Jákobné. Tudtam, hogy az IQ meghaladja a 200-at, ahogy megláttalak. Virág tavaly nem lett Árpánné, de idén van esélye még Jákobnének lenni. Vagy ahogy ő mondja, körömlaknének. Én azért jöttem. Igen. Hogy én legyek a következő Mrs. Körömlak. Zoli ki is javítja, hogy téves számon kopogtat. A Mrs. Körömlak, ez hibás szakkifejezés, Mrs. Géllak lesz. Felfogtad! Kicsit olyan ez, hogy tavaly is itt volt, meg idén is itt van, mint hogyha mindegy lenne neki. Mostantól a virágnak minden évadban benne kell lennie. Állandó bérletet kell neki biztosítani az összes nagyőbe. Attilának már lejárt a mandátuma, itt van Zoli, ő az én emberem. Legyek szörnyeledet, prász. Hova utaznál? Köszönöm. Egy mexikói útra, de nem a 14 kertbe. Sajnos a mexikói útra nem tudlak elvinni, de egy Váci útra jó vagy. Én ismerem a nőket, hogy milyenek. Szipirtyók, áspiskígyók, áskálódok. Egy férfira még ilyen hatással vagyok, hogy zavarba tud jönni. Viru a kastélyban egyből berepül az ellenséges vonalak közé kémkedni. Várjál, te tavaly voltál! Állj, virág! Voltál már az előző nagyőben? Hát igen. Hogy van-e bármilyen jó tanácsod? Az a jó tanácsom, hogy add fel a játszmát, és menjél haza, te áskálódó, áspiskígyó, szipírtyó. Én az Atiért jöttem. Mármint az Oliért, mindegy. Viszont én is elég jól tudok manipulálni. Na, akkor tőled félni kell, nagy manipulátor vagy? De egy igazi punkátor-munkátor manipulátor nem fedné fel a kilétét. Szóval szerintem nem kell tőle tartani. Én a vadászgép pilóta Romanov cárnétól jobban tartanék. Én otthon ültettem a rózsahagymáimat, locsoltam, gyomláltam, hogy aztán Zoli letépkedje a szirmaimat. Egy nagyon kedves dísznövénytermesztő ismerősöm szólt, hogy a rózsák nem hagymákból kell neki, hanem gyökérből. Kerti munkás, meg egy dísznövénytermesztő és állam éves. Forever. Mit tedél vagyok? Amerikában éltem majd 17 évvel. Van bulkesz. Van csöcs, van ott minden, ami kell. Kovács, azaz Miss Adél egyből menyasszony ruhában érkezik a Zoli színe elé, és meghívja a Zolit a saját esküvőjükre áttól cettig. ANC, Adél és Zoli. Örömmel tudatjuk, hogy megtaláltuk az igazit. Nem is innen! Kifelé! Kifelé! Most itt! Este-meste! Mit keresel egy férfiban? Azt tudja, hogy néz. Nekem nagyon egyébként fontos, hogy tüzesen most éppen. Humoros, jóképű, mindene van, és még pénze is, hát most ez egyefene. Oda bent a kastélyban pedig már is összevesznek a lányok, hogy ki a buta. Nem nézel soha a szemembe, ignorálsz folyamatosan. Azért, mert a buta emberekkel nem tudok mit kezdeni. És én szerinted buta vagyok? Hát. És kiderül, hogy Caitlyn Jennernek nincsen diplomája, aki el is szégyeli magát miatta. Igen, neked milyen iskolád van, édesem? Nekem is van, Sóni, te hülye. Ugye, tehát nem arra, hogy 60 évesen nem lennék itt mennyasszonyi ruhába, jó? Jaj, mennyire jól áll ez a ruha. Ó, köszönöm. Belekötött, hogy én mit röhögök. Nem 60 éves vagyok. Na-na, nem 60 éves vagyok. Jó, lehet, hogy buta, de nem 60. Csak 58. Igen, irítál a mennyasszony, megjött. Még nem nekóstoljam be. Mit mondtál? Bocsi, nem figyeltem. Fel is lehet venni egy poénnak, kislányok. Tehát, hogy hát, várjál, várjál, várjál. Nem vagyok kislány. Én nem mondtam azt. Kislányok.
Az ördög ügyvédjeként hadd javítsam ki a felháborodott hölgyet, hogy a mondat eredetileg úgy szólt, hogy poénnak is lányok. Fel is lehet venni egy poénnak is lányok. A híres vörösvári Mónika sem akármilyen ajándékot hoz Körömlak Zolinak. Szeretem minél előbb a lényegre térni. Ez itt a bugyim. Mi? A bugyim, mivel én nem hordok bugyit. Tehát ez nem az ő bugyia, mert nem hordta még soha. Most se? Amúgy se, sose. Zoli bátyám egyből lecsekkolja a röntgen szemeivel, hogy mi van a ruci alatt. Te honnan jöttél? Én Pilis Vörösváron. Vörösvári vagy? De még nem hallottam arról a lányról Vörösváron, aki bugyi nélkül jár. Hát nem ismerted eddig a híres bugyimentes, karban tartott vörösvári Mónikát? És a sufnit mindig karban kell tartani. 10-ből 10 ember tudja, hogy ki az a bugyimentes Mónika a városban. Érkeztek ide kóbormaskák, perzsacicák, de szeretnék én a házi macskája lenni. És 10-ből 9 kandúr nem tud ellenállni a bugyimentes vörösvári Mónika doromboló cicakacajának. Hát igazából én rád gondoltam. Rubint Réka smaragdzöld masniban járul a szultán színe elé. Rubint Réka. A Réka biztos azért jelentkezett ebbe a műsorba, hát ha Zoli majd vesz neki még egy pár százezer követőt, mert a Norbinak már gatyája ráment erre a hóbortra. Meg akarja csalni velem a párját? Nézzenek oda, az ő sufniát már nem tartja karban a Norbi. Norbi, igen. Norbi. A Schobert Norbert. Nem mondanám rá, hogy párját ritkítja, sőt, párját akarja sűríteni velem. De persze csak viccelt a Réka, mert a barátnőjét jött felkínálni a Zolinak, és ő le is lép. Nagyon örülök, hogy találkoztam. Most meg kicsit meg is nyugodtam. Itt van az amerikai-nigériai származású Maria Mamma Mia. Maria Mamma. Tessék? Maria. Maria? Maria, ja. Maria Mamma már kétszer is volt az X-faktorban. Mérges vagyok, olyan, mint a Hulk. Hurricane. És a Mária mamma amúgy Bartók Béla dédunokája. Biztos tök jól kijönnének a Széchenyi unokájával. Széchenyi István volt az ő apám. Tényleg? Gratulálunk! Hát, mi tetszik így rajtam? Rajtad? Külsőleg minden. Ezt a nagy szádat, ezt szeretem. Virágot zavarja, hogy Nati annyit csacsog az Attillájával, ezért bebizonyítja, hogy mennyire tud szúrni az a rózsa. Szia, ezt szeretnél? Nem hiszem, mi soha. Sajnálom. Kezdetét veszi a nagyszabású cicaharc, és jól megcibálják egymást a krisztál nélszeikkel. Round one. Fight! Szakítom rólad a virágot, hogyha most rám jössz. Zolikám, tegyél rendet itt a lányok között keményen, mert elkanászodnak itt. Nyakadra nőnek itt, aztán a végén még a krisztálnélszes előszoba bútort is lebontják. Vicceltem te! És a lányok nem csak egymást tépik szét, hanem a Zolit is. Én meg húzzák előről. Hey, hey. Nem, Mária, légy szíves. Get over! Hát Zoli, szétszednek a nők. Kedves hölgyek ismeretségére. Na erre vágytál, Zoli? Vigyázni kell, mit kérsz az élettől, mert a végén megkapod. De nyilván egy kicsit kapzsi vagyok. Kicsit lemaradtam itt a beszélgetésből. Hogy ülsz le? Hát még próbálom. Na, bugyi nélkül nehezebb a leülés, ugye? Ugye? Tudtad, hogy nekem Olaszországban fogant az első gyermekem, és ez a kastély olasz neoreneszáns stílusban épült? Hű, bugyitlan Móni, hát most nagyon felizgattál ezzel a neoreneszánszal. Honnan tudtad, hogy az olasz neoreneszánsz a gyengém? Szépségkirálynő választáson szoktam zsűrizni, mert a zsűri elnök, és mindegyik kötökben látok olyat, mivel el kéne, hogy induljatok. El kéne, hogy induljatok ott azon az ajtón kifelé, mert botrány, amit csináltok. Én azt mondom, hogy kicsit pihenjük ki ezeket a fáradalmakat, és nézzük meg, hogy mi megy a másik csatornán. Melyik közös beceneveteket tartja a legcukibbnak Henry? Puki, Punki Munkikár, vagy Punkátor Munkátor? Henry szerint a Puki. De az se jó, mert az egy Punki, van benne egy N betű. De Pukinak is írjuk egymást. Tehát a Muki és a Puki rím, meg Cuki Muki Puki. Te nagyon okos lány lehetsz, nem? A Puki Muki párosnak szintet lépett a kapcsolata, és most már Punkátor Munkátor lett az új hivatalos megnevezés. A Punkátor Munkátor működik a legtöbben, a Puki egyáltalán nem működik, mert abban benne van egy nyomorult N betű. Fura is lenne a Pukátor Munkátor. Mindenképpen kell bele szerintem is az az N betű. Punkiból jött, mert abban ott van a Punkátor Munkátorban egy N betű, tehát Punki. Megsajnáltam szegényt. Legközelebb majd folytatjuk, most megyek karbantartani a sufnit. Elhagyom a lányok. Szia! Subscribe.